Megtiltotta a Borsod-Abaúj Zemplén megyei kórház igazgatója a dolgozóinak, hogy a Facebookon meglátásuk szerint lájkoljanak, kommenteljenek, vagy osszanak meg bejegyzéseket, hogy megteheti ezt a főnökünk, arról Lévai Rihárd közösségi marketing specialistával és Varga Péter munkajogásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm szépen, hogy itt vannak, de még egy fontos dolog, hogy a Tények kereste a kórházat a rendelkezés kapcsán, ők nyilatkozni nem akartak, de a főigazgató elmondta, hogy ez a rendelkezés már évek óta létezik náluk, hozzátette, hogy belső intézkedésről van szó, és hogy ez nem a külvilágnak szól. Na de hát ettől függetlenül, szóval beleszólhat a főnökünk abba, hogy mi mit osztunk meg? Végül is ez egy belső tér, ami rólam szól, igaz, hogy közösségi oldalon vagyok, de hát a barátaimnak, nem? Hát most azt, hogy megteheti vagy nem teheti, meg volt egyszer egy ügyfelem, bejött az irodába egy monoklival, és megkérdezte, hogy ma Magyarországon egy büfés megüthet-e egy vendéget, és akkor mondtam neki, hogy hát úgy látom, megtette. Tehát igen, megteheti, a kérdés nyilván az, hogy ez bármiféle joghatást kivált-e, tehát jogszerű intézkedés vagy nem. A hivatkozott intézkedés, mivel hozzáférhető volt az interneten, elolvastam, én azt gondolom, hogy vannak olyan elemei, amelyek jogszerűek, és vannak olyan elemei, amelyek nem. Tehát ezt tételesen kell megvizsgálni. Úgy általánosságban a munkáltató nem tilthatja meg a közösségi médián való aktivitást a dolgozónak, de azt nyilván meg lehet beszélni, hogy illetve el kell rendelni, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem. Nyilván mondjuk logikus az persze, hogy a saját munkahelyünket nem kezdjük el ütni, ekézni magának közösségi oldalon, hiszen hát ugye oda nem szoktunk csinálni, úgymond, ahonnan mi a pénzt kapjuk, nem, vagy nem illik. Hát igen, tehát divat lett a sajtónyilvánosság felhasználásával mószerolni az embernek a volt partnerét, volt vagy jelenlegi munkahelyét. Nem szép dolog, nagyon nehéz utána szankcionálni. A lényeg az, hogy a munkáltatónak a munkavállaló véleménynyilvánítási jogát lehet korlátozni. Tehát ez nem egy abszolút jog, két jog konkurál ebben az esetben egymással, a dolgozó véleménynyilvánítási joga, illetve a munkáltatónak a jó hírnévhez való joga. Ugye a kérdés az, mindig adott esetben objektíven vizsgálni kell, hogy melyik az adott helyzetben az erősebb, melyik jelent nagyobb terhet, melyiknek a sérülése jelent nagyobb terhet az alanya számára. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, és nem tudom, mi van a konkrét ügy mögött, tehát semmiféle információm erről nincsen, de az adott helyzetben az, hogy egy munkavállaló nem oszthat meg, nem lájkol, vagy nem kommentelhet, áll szemben azzal, hogyha egy egészségügyi intézménybe vetett közbizalom sérül, akkor az nem csak magán, hanem közérdeket is sért. Tehát még az egyik esetben lájkol mást, választ kis cicát, vagy mondjuk összeesküvés elméletet, a másik helyzetben, hogyha ez megtörténik, nem tud mit tenni, hiszen egy adott kórház, hogyha elkezd mentegetőzni, elkezd hivatkozni, nem úgy volt, nem történt meg, egyre nagyobb ügyet csinál belőle, de erről szerintem a kollégám sokkal többet tud. Logikus, egyébként Rihárd, épp azt akartam kérdezni, hogy nagyon elkentem mindjárt a beszélgetés elején, hogy ez egy privát szféra, mármint mondjuk a közösségi oldal. Valóban privát szféra? Ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy alapvetően igenis, meg nem is, egy ilyen kettőség jellemzi a közösségi médiát, hiszen ez egy olyan felület, ahol elkezdjük fölvenni az ismerőseinket, általában a barátainkat, de aztán bekerülnek oda a kollégák, a munkatársak, adott esetben a konkurencia, az ügyfelek, egyre több különböző, az életben olyan különböző státuszban levő emberek, akikkel tudunk normális körülmények között bánni, hiszen a családom körében egészen mást mondok és máshogy beszélem meg, mint hogyha egy közparkban lennék, vagy egy kocsmából tudnék beszélgetni a dologról. És még ezt, hogyha egy fizikai térben el tudják választani az emberek, egy olyan felületen, aminek a működésével nem pontosan vannak tisztában, és nem tudják, hogy egy lájkolásnak mi lesz a következmény. Ki látja, hogyha lájkolja a dolgokat. Ha egy zárt csoportban osztom meg valami információt, akkor azt mások fogják látni. Hát ez az, itt most elhangzott egy zárt csoport, tehát ezért be lehet ezeket állítani? Be lehet ezeket állítani, csak két gond van. Az egyik az, hogy sokan nem tudják, hogy be lehet állítani. A másik gond pedig az, hogy oké, hogy be lehet állítani, de ami az internetre fölkerül, azt hát azonnal nem biztos, hogy olyan könnyen lefog. Hát egyrészt másrészt én is látok vadidegen emberek kommentjeit, mindent látok én is, fogalmam sincs, hogy kit szólt hozzá egy ismerősöm ismerősének a nem tudom milyen kiírásához. Szerencsés egyébként, ha mondjuk a saját főnökünk bejelöl, hogy őt visszajelöljük? Hát ez az adott cégtől, meg az adott körülményektől függ, nem feltétlenül kell, de hogyha esetleg bejelöl, akkor lehet a minden ismerősünket különböző listákba rendezni, és a listákat pedig már lehet szűrni. A gond az nem ez, a gond az, hogy oké, bejelöl, nem jelöl be, az egy dolog, de hogyha én ettől függetlenül róla fogok írni olyan dolgokat, ami
a számára bántó lehet, az előbb-utóbb valószínűleg el fog jutni hozzá, kifényképezik, és már ott van a sztori, és ezt nehezebb megmagyarázni, mint egy munkahelyen terjedő pletykát, hogy én ezt nem is mondtam, hiszen ott van róla gyakorlatilag egy képernyőmentés is. Nagyjából fél percünk maradt. Honnantól számít jogsértőnek munkavállaló részéről, bocsánat, és honnan munkáltató részéről bármilyen cselekedet? Hát ezt mindig egyedileg kell megítélni, erre most én általános normát nem tudok mondani. A lényeg az, hogy az új MT behozta 4 évvel ezelőtt, hogy a munkavállaló munkaidőn kívüli tevékenysége magatartása is alkalmas lehet arra, hogy a munkáltató jó hírnevét, gazdasági érdekeit vagy szervezeti érdekeit sértse. Tehát nem arról van szó, hogy a munkahelyen jó fiú vagyok, a munkaidőn kívül rossz fiú vagyok. Igenis, és nagyon fontos feltétel, hogy a munkavállaló munkaszervezetben betöltött hely alapján minősítik. Tehát teljesen más elbírálás alá esik, mondjuk adott esetben, hogyha a Miskolci kórházba egy targoncás minősíti a szakmai munkát, vagy mondjuk egy orvos. Logikus. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.